Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Miért halogatják a készpénz használat alkotmányos joggá tételét címmel? A kérdése a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter úr kérésére Fónagy János miniszterhelyettes államtitkár úr fog válaszolni. Novák Előd képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, a totális digitális megfigyelés és az egy gombnyomással történő állami pénzelvétel helyett a készpénzhasználat alkotmányos védelmét kezdeményező alaptörvény módosításunk elfogadására volna szükség, melyet Szlovákia és Ausztria alkotmánymódosítását követve nyújtottunk be, hogy a készpénzes fizetés legyen alapvető szabadságjog. Torockai László felszólalására válaszul Tálai András pénzügyminisztériumi államtitkár korábban beismerte, hogy valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása. Ezen érvelés mentén le is szavazták a benyújtott alaptörvény módosító javaslatunkat idén februárban, de amikor tovább folytattuk az aláírásgyűjtést, a nyomásgyakorlást, miniszterelnök úr itt a parlamentben már azt mondta a Mi Hazánk elnökének, hogy hát ő támogatja. És ezek után az önök képviselői mondták, hogy ja, hát ha miniszterelnök úr támogatja, akkor ők mégis támogatják, ők is, nyújtsuk be még egyszer. Hát benyújtottuk még egyszer, és most már nem leszavazták, hanem támogatták az áprilisban benyújtott javaslatunkat májusban, tárgysorozatba vették, viszont azóta nem hajlandók, ezen ülés kapcsán is ugye leszavazták azt a napirend módosításunkat, hogy akkor plenáris ülésen is tegyünk pontot ennek az ügynek a végére. Tehát meddig várjunk még? Hiszen a digitális fizetési opció, lehetőségeket csak mint opciót támogatjuk, és sajnos a Covid diktatúra alatt tettek már lépéseket a totális megfigyelés felé, most pedig a még szabadságjognak tekintető készpénz használatnak akár a lépésről lépésre történő, de előbb-utóbb betiltásával, egy gomnyomással el is vehetnék a pénzét bárkinek, ahogy Kínában is rendszeresen fagyasztják be az állam ellenségeinek minősített személyek bankszámláit, sőt, Kanadában is láttunk erre példát. A készpénz előnye többek között annak alkalmazhatósága áramkimaradás vagy számítógépes támadás esetén, de egyébként számos érvet felhoztunk még a mihazánk.hu per készpénz oldalon, ahol számítunk mindenkinek az aláírására, aki nem akarja, hogy az ő adózott pénze felett is átvegye a rendelkezést a kormány. Végül az EU rekord magyar infláció miatt pedig egyre indokolta volna a havi 150 ezer forintos készpénz felvételi összeg megemelése is, de meddig várjunk még a kormány támogató lépésére, mikor hajlandó napirendre tűzni támogatni ezt az országgyűlésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Novák Előd képviselő. Választatásra megadom a szót Fónagy János miniszterhelyettes államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő úr. A kormány elkötelezett a készpénz használat mellett, ugyanakkor meggyőződésünk, és a kormány többszöri etárgyban volt tárgyalás, és bizonyítja, hogy ez komoly szakmai munkát igényel. Kérem ennek a kérdésnek ott kezdem, hogy minden nehéz és bonyolult kérdésre van egy egyszerű, világos, értető, ám téves válasz. Úgyhogy hogy azért ez egy összetett kérdés, mert gondoljon kérem arra, hogy a digitalizáció előretörése, gondoljon arra, hogy a gazdaság fehérítése, a pénztárgépek, gondoljon kérem a pénzmosás és a terrorizmus védelmével kapcsolatos szabályokra. Tehát számos olyan szakmai kérdés van, amit ennek a döntés meghozatalánál figyelembe kell venni. Alapjaiban egyetértünk, a készpénz használat jogát és lehetőségét a kormány most is biztosítja, és a jövőben is természetesen biztosítani fogja. Ugyanakkor azokat az alapvető szakmai kérdéseket, amelyek a gyakorlati használat során felmerülnek, az önök javaslata, a kormány egyetértő álláspontja mellett összhangba kell hozni. Meg kell találni azokat a kompromisszumos megoldásokat, amelyben a készpénz használat jogának a biztosítása és a benövő korosztály által egyre jobban megkívánt, de a gyakorlati életben már ma is polgárjogot nyert szakmai intézkedések összhangját biztosítja.
Köszönöm, elnök úr.